Lózs Dominik. Lózs Dominik alig 3 hetet ért haza Írországból, a Kickbox Világszövetség legnagyobb völömenő versenyéről, amelyet mindig hatalmas érdeklődés kísér. Az Irish Open a számok tekintetében is különleges, hiszen 35 ország 296 klubjából érkeztek sportolók, akik 3615 nevezéssel léptek tatamira vagy ringbe. Az Irish Open-en diadalmaskodni a legnagyobb dicsőségek egyike, hiszen a versenyzők létszáma a sorsolási táblákon is meglátszik. Itt a 8-as tábla ritkaság, többnyire 32-es vagy 64-es tábláról kell végigküzdenie magát a későbbi győzteseknek. A nyílt ír bajnokság egyben a világkupa sorozat egyik legértékesebb pontszerző helye is. A Király Team Kickbox Akadémia makói csoportjából Lózs Dominik vett részt a kickbox világban a legnagyobb presztízzel bíró kupán. 3 kategóriában indult, és a várakozásoknak megfelelően hozta az eredményeket, fegyelmezetten küzdve ért célt, és lépett a dobogóra. 1 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel tért haza. Rövid pihenő után az elmúlt hétvégén szombaton Békés Csabán rendezték meg az idei versenyszezon első hazai ranglista versenyét, az országos diákbajnokság döntőjét, ahol a későbbi válogatottság megszerzéséhez szükséges ranglista pontokért küzdöttek a versenyzők. Dominik junior kategóriában 1. helyezést, és az utánpótlás csapatbajnokság országos döntőjén szintén aranyérmet szerzett. A munka nem ért véget. E hétvégén utazik Milánóba, az olaszországi Point Fighting Cup Európa kupára. A kickbox versenynaptárban ez az egyetlen megmérettetés, ahol csak point fighting küzdelmek zajlanak, ami a 6 küzdelmi szabályrendszer legnépszerűbb és világszerte is legnagyobb létszámban űzött ága. Dominik ezen a hétvégén 2 súlycsoportban lép tatamira, és ami számára a legnagyobb kihívás, szeretné megnyerni a csapatversenyt is. Eredményeihez szívből gratulálunk, a sportolásban további sikereket és jó egészséget kívánunk. Felkérem Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszonyt, hogy köszöntse Lózs Dominikot és édesapját, a makói csapat edzőjét, Lózs Csabát.